Montero úr. Mit keres maga itt? A fenébe. Itt van az én kedvenc kis csalóm. Amit látom, még nem fáradtál bele, hogy fuss a fiam után, igazam van? Még itt a munkahelyén is zaklatod. Na, mondok neked egy rossz hírt. Az idődet vesztegeted, mert Carlos Eduardo mással jár. Te még a sarkáig sem érsz fel. Nem mondott olyat, amiről ne tudnék. Ezek szerint megtudtad az igazat. Akkor megérted Carlos Eduardot, igaz? Nem fog elhagyni egy ex-szépség királynőt egy ilyenért. Mondja csak, mit keres itt Montero? Nem értem, miért lepődik meg Ordon. Ez itt dolgozik a fiam. Ah. Azt hittem, hogy Amelia asszony férje miatt jött. Nem, én nem ismerem az urat, elnézést. Hát ez furcsa. Nem tudom, hogy miért tagadta, hiszen hallottam, hogy az apám felől kérdezős. Értem, értem. Az apádat akarta látni. Igen. Én is látni szeretném. Marisa asszony elmondta, mi történt. Hálás vagyok azért, hogy érdeklődik Ordon ez úr, de az orvos azt javasolta, hogy ne látogassuk. Hát, értem. Pancho! Luisa Fernanda, kislányom, ha tudnád, mennyire megviselt az, ami apáddal történt. El tudom képzelni, hogyan érzed magad. Cezár is itt van velem. Jaj, hála Istennek! Tegye meg nekem egy szívességet. Jó. Segítsen az apámat jobb kedvre deríteni, kérem. Jól van. A szobája ott van a folyosó végén. Köszönöm. Én vagyok csak a hibás, Fernando úr. Mert nem kellett volna... Nem kellett volna becsapnom. Amikor elkezdtünk járni, találkozgatni, nem gondoltam, hogy szerelmes leszek. Ilyen komolyan. Tetszett. Szórakoztató volt, szimpatikus is. A szerelem lépésről lépésre alakult ki. Magával ragadt, anélkül, hogy észrevettem volna. Közben meg folytattad a másikkal, a szépség királynővel. Igen, Fernando úr, mert nehéz volt véget vetni a Jenniferrel való kapcsolatomnak. Igen, persze. Senki nem enged el csak úgy egy szépség királynőt, igaz? Nem azért, mert szépség királynő volt, és nem azért, mert nagyon szép, de hónapokon át tartó kapcsolatunk volt. És én nem akartam, én csak egyszerűen nem akartam megbántani, mert gyáva voltam. Hülye voltam, mert azt hittem, enyém a világ, hogy mindent megtehetek, még talán ezt is, és én számomra fontos volt, hogy nő legyen mellettem. Egy szép nő, akitől férfinak érezhetem magam, aki önbecsülést ad, aki bátorságot ad. Ez volt egy részről. Más részről barátnőt akartam. Egy kedveset, egy egyszerűt, egy édeset, akinek én jelentettem mindent. Tudja, Fernando úr, hogy tőlem kapta élete első csókját. Ettől én különlegesnek éreztem magam. És az, hogy hazugságokat talált ki, hogy velem találkozhasson, számomra azt jelentette, hogy még fontosnak is éreztem magam. Én a megrögzött taglegény, milyen hülye beidegződés. Mert nem is tudom, hogy mikor lopta a lelkembe magát. Mert akkor hirtelen rájöttem, hogy szeretem. Hogy nagyon szeretem. Csak azt akartam, hogy mellettem legyen. Minden nap rá gondoltam,
Azt akartam, hogy belém szeressen. Őrültem. És elértem. Összejöttünk, és nagyon... nagyon szép volt. Amikor beszéltem Jenniferrel, hogy szakítani akarok vele, akkor azt mondta, hogy terhes. Hazugság volt, igaz? Azért mondta, hogy elszakítson a kislánytól. Fiam, én is voltam fiatal. Nekem is voltak őrültségeim. Most az a probléma, hogy nem tudom, hogyan vegyem rá, hogy megbocsásson nekem, Fernando úr. Mert nem hisz nekem. Tudja, hogy Jennifer terhessége nem igaz, de még így se. Így se hisz nekem, Fernando úr. Elveszítettem a bizalmát. És az a legrosszabb, hogy pont most, amikor a legnagyobb szüksége van rám, aha, akkor nem tudok a segítségére lenni, és nem tudok nélküle élni. Nyugalom, fiam, nyugalom, semmi baj. Sírjál csak nyugodtan. Attól majd talán megkönnyebbülsz. Tudod, az igazi férfiak azok, akik néha még tudnak sírni. Ja, Istenem! Annyira boldog lennék, ha elmondhatnám Carlos Eduardónak, hogy egy ilyen neves ügynökséggel kötöttem szerződést. De ugyebár semmi sem tökéletes. Szia, de csinos vagy. Hová készülsz? Nagyon kicsipted magad. Nos, Armando, hogy tetszik a nővérem? Tényleg olyan szép, amilyennek mondtad. Ez a fiú az új egyetemista haverod? Igen, Armando. Emlékszel, hogy meséltem róla? Ó, Armando, igen, emlékszem. Armando Pereira, örvendettem. Én is. Á, igen, igen. Armando Pereira, nem találkoztunk mi már? Nem ismerjük valahonnan egymást? Nem hiszem, ha csak nem jártál esetleg Veracruzban. Nem, ott csak átutazóban voltam. Annyira hasonlítasz valakire, de kire? Most egyszerűen nem jut eszembe. Miért öltöztél így ki? Hová mész? Ne mondd, hogy újra együtt vagy Carlos Eduardóval, és hozzámész. Aj, nagyon szeretném, Káro, de nem így van. Egy reklámügynökséghez megyek, és tudod, hogy miért? Mert azt akarják, hogy én legyek az egyik nagy kampányuk reklámarca. Gratulálok, és sok szerencsét kívánok. Jaj, köszönöm. Most magatokra hagylak, de jól viselkedjetek. Örülök, hogy megismertelek. Én is. Szia. Szia. Jaj, az egész délután a miénk, édesem, te is örülsz. Tehát Montero Amelia férjével akart beszélni. Miért? Milyen hátsó szándékai lehetnek? Ordonez úr, kérem, igen? Bocsásson meg. Tudom, hogy azt mondtam, hogy az apám nem fogadhat látogatókat, de Pancho a barát. Ne aggódj, Luisa Fernanda, megértem. Csak azt szeretném, hogyha tudnád, hogy a rendelkezésedre állok. Ami a kórházi költségeket illeti, amíg apád kórházban van, nincs ok aggodalomra. Ne aggódj, a bank majd mindenről gondoskodik. Dr. Manrique. Köszönöm, Ordonez. Nem szükséges. Anyád emlékére teszem, akit nagyra becsültem. Nagyon tiszteltem. Köszönöm. Na, jobb lesz, ha megyek. Rendben. Carmela, hogy ízlett az étel? Isteni volt, Vanessa, tudod, én is mindig igyekszem. Jól van, ha Carlos Eduardo az ételről kérdez, mondd, hogy én segítettem. Természetesen. Rigo! Jaj, ez a nő soha nincs itt. Luis Alejandro, mi szél hozott? Beszélnünk kell, Consuelo. Persze, gyere. Örülök, hogy meglátogattál minket. Vacsorát? Szervusz, Vanessa, mi van az iskolában? Minden rendben, az egyetem egy kicsit más, mint amit eddig megszoktam, de minden szervezés kérdése.
Jó, hogy jött. Itt marad vacsorára, Carlos Eduardo is. Consuelóval kell beszélnem négy szem közt. Menjünk a dolgozószobába, ott zavartalanul beszélhetünk. Nem is tudja, hogy mennyire hálás vagyok, hogy türelmesen meghallgatott. Ne köszönj semmit, fiam. Szívesen tettem. Olcsóbb volt, mint egy pszichológushoz mentél volna, nem? A jövő hétre is tud időpontot adni, Fernand úr? Persze, fiam, persze. De remélem, hogy akkor már arról mesélsz majd nekem, hogy kibékültél azzal a kislánnyal. Na, menj csak. Majd én kikísérlek. Köszönöm, Fernand úr. Ugyan, semmiség, fiam. Örvendek, Gomez asszony. Francisco Gutierrez vagyok. Úgy hallottam, szüksége van a szolgálataimra. Igen, Gutierrez úr. Ordonez úr ajánlotta, különösen a diszkréciójára való tekintettel. Ez érdekel a legjobban, ha felfogadom. Kérem, foglaljon helyet. Köszönöm. Eddig az összes ügyfelem elégedett volt a szolgálataimmal. Ha magának dolgozom, majd biztos lehet benne, hogy minden köztünk marad. Számíthat a diszkréciómra. Nagyszerű, Gutierrez úr. Nos, szeretném, ha a férjem után nyomozna. Azt gyanítom, hogy megcsal egy másik nővel. Itt van a címe és az irodája telefonszáma. Ha szüksége van még valamire, csak szóljon. Hogyne. Amint lesz valami hírem, kapcsolatba lépek magával. Rendben. Ami a fizetséget illeti... Amint bármilyen információval vagy bizonyítékkal tud szolgálni, kész vagyok jól megfizetni. Remélem, hamarosan hírt hallok magáról, viszontlátásra. Úgy lesz. Viszlát. Jaj, bocsásson meg, Marisa asszony. Nem, semmi baj, Lupe. Az úr már megy is. Köszönöm. Jöjjön csak. Köszönöm. Miben segíthetek, Lupe? Asszonyom, arra szeretném kérni, hogy engedjen el Pedro úrhoz a kórházba. Hiszem, Montero azért jött az apámhoz, hogy a béréről beszéljen vele. De ebben a helyzetben természetesen nem engedhetem, hogy bosszantsa, más se hiányzik. Nem hiszem, miért gondolsz rosszra? Az a legvalószínűbb, hogy az apád állapota miatt érdeklődött, hogy elmondja Marisa asszonynak vagy Carlos Eduardónak. Igen, talán igazad van. De nekem furcsa, hogy az anyád még nem jött be. Hát tényleg nem jött, de még csak ma szóltam neki. Az is igaz, hogy nem is tudod, milyen vitám volt vele. Miért? Mi történt? Ma elvittem Claritát, hogy bemutassam neki, de kiakadt attól, hogy egy cselédlányba vagyok szerelmes, mintha ez valami bűn lenne. Mondtam neki, hogy nem számít, mit mond, mert én akkor is elveszem Claritát, a szavamat adtam, és így is kell lennie. De én leszek a koszorús lány, jó? Jól van. Jól van. Így van, Consuelo. Pedro öngyilkos akart lenni, a cselédektől tudtam meg. Fogalmam sem volt, hogy nálunk dolgozik. Most kórházban van, Carlos Eduardo kezeli. És bemehettél hozzá, beszéltél? Nem. Elmentem a kórházba, hogy beszéljek vele, de nem láttam. Azért jöttem, hogy derítsd ki, miért akart öngyilkos lenni. Lehet, hogy annyira megviselte Amelia halála, hogy meg akarta ölni magát. Mégis hogy derítsen ki? Nem tudom. Nem tudom. Te talán könnyebben szóra bírod. Nagyon aggódom, Consuelo. Ez a bizonyíték arra, hogy nincs rendben lelkileg. Labilis az idegállapota. Mondd csak, mióta érdekel téged Pedro lelkiállapot? Nem. Nem érte aggódom, hanem a lányomért. Ha Pedro meg akarta ölni magát, akkor valami van a fejével. Ezt akarom kihasználni, hogy elvegyem tőle a lányomat. Barátom, miért tetted ezt? Miért kellett ezt tenni? Mert nincs értelme az életemnek, Pancho. Itt hagyott az a nő, akit a világon a legjobban szerettem. Itt hagyott, egyedül. Minden remény nélkül. Minden kiút nélkül. Kérlek, ne beszélj, Pedro. Gondolj arra, hogy van egy gyönyörű lányod, aki nagyon szeret téged. És ott vannak a barátaid, akik készek megtenni bármit ahhoz, hogy újra talpra állj. Ide figyelj!
Én tudom, hogy nagyon szeretted a feleségedet, hiszen éveken keresztül az én vállamon sírtad ki magad. Tudod, hogy mindig számíthattál rám. Ott a doktort várják a... De arra nem gondoltam, hogy képes lennél az öngyilkosságra. Hirtelen minden rám szakadt, Pancho. Először a válás, aztán Amelia szinte elvonszolta a lányomat. A tragédia, amiben meghalt. És majdnem elveszítettem Luisát is. Miért nem beszéltél egy baráttal? Tudod, hogy mindig melletted álltam. Ezen a földön egy dolog tart össze minket, mégpedig a szeretet. Hadd mondjak neked valamit. Nem éri meg, hogy mások miatt öngyilkos légy. Főleg akkor nem, ha egy ilyen lányod van. Nem. Nem, bizony. Talán azt akarod mondani, hogy nem akarod látni az unokáidat? Ki fog akkor majd vigyázni a csöpségekre, játszani velük? Igaz is, rengetegen jöttek hozzád látogatóba. Luisa Fernanda mondta, hogy eljött Marisa asszony, és a férje is. Mi? Montero itt volt? Hát persze, Luisa Fernanda mondta, hogy beszélgette. Isten, ilyen ment Andreina! Egy nemzetközi kampányról van szó, aminek én leszek a reklámarca. Ez nagyszerű. Biztosan nagyon sokat fognak fizetni. Hát igen. Holnap küldik át a szerződést, hogy az én ügyvédem is nézze át. Fel is hívom most Luis Alejandrót, hogy szóljak. De hát miért pont Luis Alejandro? Miért nem lehet egy másik ügyvéd? Jaj, Andreina, nehogy azt mondd, hogy féltékeny vagy ez. Nem vagyok féltékeny. De ha ő viszi az ügyet, akkor nekem kell találkoznom vele, és az utolsó találkozónk nem volt túl sikeres. Annyira, hogy a földhöz vágtad a gyűrűt. Honnan tudod? Onnan, hogy Marisa elmondta. Marisa mondta? De hát honnan tudta meg? Luis Alejandro mondta neki? Nem, ő próbál titkolózni, de Marisa nem hülye. És nem árt, ha tudod, hogy gyanítja, hogy te vagy a férje szeretője. Azt hittem, hogy már nem is jössz, Lu. Jaj, lányom, tudod a nézd munka. Csak, apa, ki van itt. Szervusz, Pedro, apa, hogy mit csinálsz? Kicsim, ez zavar engem. Már jól vagyok. De papa... El akarok menni. Papa, az orvosok ezt jobban tudják. Nyugodj meg, most nézd meg, mit Istenem, csináltál. Istenem, szegénykém. Lupe, hívj egy ápolót. Nem, édesem. Ne szólj senkinek. Hazamegyek. Most azonnal hazamegyek. Nem. Nem hagyom, hogy felkelj az ágyból. Én... Lupe, légy szíves, hívj egy ápolónőt. Igen, már megyek. Apa, ne csináld. Drágám, kérlek, értsd meg, dolgozni akarok. El akarok már menni. Légy szíves, higgadj le, ne csinálj butaságot. Lazíts, kérlek, feküdj vissza. Istenem. Apa, kérlek. Figyelj, Susanna. Tudod jól, hogy egy ilyen emberrel, akinek ilyen gondjai vannak, finoman kell bánni, nem szabad felzaklatni. Emlékeztettem, hogy milyen felelősséggel tartozik a lányának és a barátainak. Nos, én alig tudtam visszatartani a könnyeim. De mégis, hogy van, Pancho? Rosszul néz ki. Hát az arcát láttam, a szívét viszont nem. Nem vagyok orvos, nem tudok semmit, de eléggé össze volt törve. Fogalmam sincs, hogyan fogjuk ebből a gödörből kihúzni. Annyira sajnálom, hogy nem láthattam. Beszélni szerettem volna vele. Lelket önteni belé. Én elhiszem, hogy látni akarod, de meg kell értened, hogy ez nem a megfelelő pillanat, csak még jobban bonyolítanánk a dolgot. Értem. Megértem, Pancho. A fenébe is. Pablónak már nem maradt senkije, csak a lánya, a barátai, és legfőképpen te. Azt hiszem, most nem kéne meglátogatnod őt. Félek, hogy csak felizgatná magát. Jó napot, Cezár. Hogy van, Pedro? Hát, kezd rendbe jönni, de Carlos Eduardo azt mondta, hogy nem lesz könnyű meggyógyítani. Tudja, a depresszió borzalmas. Sok időbe telik, amíg felépül. Igen, de túl kell tennie magát rajta. Ti meg miért néztek így rám? Marisa asszony, Cezár szeretne beszélni magával. De hiszen már beszélünk, nem? Igen. Gyerünk ki vele! Mit akartál Marisa asszonynak mondani?
Hát először is köszönöm, hogy meghallgat. Másodszor meg kérni szerettem volna valami munkát itt, mint sofőr, vagy gondnok, még a kertet is vállalnám. Tudja, bármit meg tudok csinálni. Nos, nézze, a dolog lényege az, hogy szerezek egy helyet, ahol Claritával élhetnénk. Érti? Szó sem lehet róla addig, amíg össze nem házasodtok, ahogy az egyház követeli. Persze. Ez legyen az első fiatalember. Ki az? Consuelo, én vagyok az Rigobert. Na, Istenem. Most meg mit akarsz? Csukd be az ajtót. Ma sokáig voltál az apád dolgozó szobájában Luis Alejandro Monteroval. Igen. És? Mondd csak, nem magyarázatot kérsz tőlem. De igen, Consuelo, ezért jöttem. Mit mondott az a férfi? Azért zárkoztál be vele, mert Améliáról beszéltetek. Jaj, Rigoberta, ugyan már. Mit mondott? Ha tájékoztatott valamiről, akkor azt tudnom kell nekem is. Lehet, hogy egész másról beszélgettünk, sokkal személyesebb dologról. Nem kell beszámolnom neked erről. Ne légy ilyen goromba velem, Consuelo. Ha nem mondod el nekem, akkor el kell mondanod az apádnak, mert én most megyek és elárulom neki, hogy ez a szerencsétlen flótás az igazi apja az unokájának. Ne, várj, Rigoberta! Rigoberta, nyugalom, jó, elmondom, de... Esküdj meg, hogy nem szólsz semmit. Esküdj meg, Rigoberta! Jól van, megígérem. Améliáról van szó, igaz? Igen, Rigo. Luis Alejandro, de esküdj meg, hogy nem szólsz neki. Mondtam, hogy esküszöm. Amelia és a lánya meghaltak egy balesetben. Na, kérem, kérlek, apa! Pedro! Nyugodj meg, kérlek! Apa, feküdj vissza! Kérlek, hol az orvos? Siessen, doktor úr, nem bírunk vele! Nyugalom! Apa! Nyugalom! Apa, nyugodj meg! Ne érj hozzám, átkozom! Nyugalom! Most már ne engedd, hogy hozzám érjen. Ne engedd, hogy hozzám érjen. Jól van, nyugalom. Luisa, Luisa Fernanda. Uram, a saját érdekében. Várjunk itt. Ne engedd. Tudják, hogy mit csinálnak. Menjünk ki, drágám. Nyugalom, Pedro, ez jót fog tenni. Nyugalom. Nyugalom, ettől elfogalodni. Ezért meg fogsz fizetni. Ezért is mindenért, amit a lányommal tettél. Nem akarlak a közelében látni, te szerencsétlen. Nem akarlak a közelében látni. Nem igaz. Nem igaz, amit mondasz. Amelia nem lehet halott. Kérlek, mondd, hogy nem igaz. De megtörtént, Rigoberta. Így történt. Luis kétségbe volt esve Améliáék miatt, elment hozzájuk. És ott tudta meg, hogy neki és a lányának balesete volt. Aznap, amikor ide akartak jönni, mind a ketten azonnal meghaltak. Nem. Ez nem lehet. Amelia és a lánya halott. Nem, nem, nem tudom elhinni. Én is nagyon szomorú vagyok, Rigoberta. Nagyon nehéz ezt a hírt megemészteni. Te vagy bánatos. Te egy álszent csaló vagy. Rigoberta! Te olyan mosolyogva jöttél ki a dolgozóból azzal a Monteroval. Aztán úgy ültél le enni, mintha mi sem történt volna. Ne gyere nekem azzal, hogy szomorú vagy. Ez egy másik hazugságod. Nem is igaz az a baleset, ugye? Nyugodj meg, Rigoberta, nyugodj meg. Megbocsátom a sértéseidet, mert megértem, hogy Amelia halálhíre mennyire felzaklatott téged. De ha azt hiszed, hogy egy szörnyeteg vagyok, akkor nagyon tévedsz. Igenis, nagyon fáj, és tudod miért? Mert ő benne is az én vérem folyt, nem a tied. De akkor miért? Miért nem szóltál előbb? Nem értem.
Nem értem, meghívod ebédre azt az embert azok után, hogy ilyen hírt hozott neked. Gondolkozz, Rigoberta, gondolkozz. Az apám beteg, és nem kaphat rossz híreket. Nem akarom, hogy infarktust kapjon, te igen? Tudod jól, hogy az apám nagyon beteg, nem tudhatja meg. Ezért kell megesküdnöd, hogy nem szólsz semmit. Érted, Rigoberta? Ez az ő érdeke. Én ezt nem értem, Jennifer. Az igaz, hogy földhöz vágtam a gyűrűt, és ezért találta meg Marissa Luis Alejandro irodájában. De hát ez még nem lehet ok arra, hogy rám gyanakodjon. Ismerd el, hogy nagy hibát követtél el, amikor visszaadtad a gyűrűt. Csak összeállt a kép neki, először kettesben talál vele, aztán megtalálja a gyűrűt. Mégis mit hittél? Az egész egyértelmű, kedves Watsonom. Most már értem, hogy miért volt olyan távolságtartó velem. Mikor itt volt, még csak nem is köszönt. De akkor mondd meg, hogy miért nem mondott nekem semmit, ha rám gyanakszik. Mert ő egy igazi úri hölgy. Mégis mit hittél, hogy botrány csap? Hogy úgy fog viselkedni, mint egy piaci kofa? Azt meg pláne nem fogja kimutatni, hogy mennyire megviselte ez a helyzet. Jaj, Jennifer. Én soha nem akartam, hogy megtudja. Hidd el, Marissát tényleg nem akartam megbántani. Nagyon kedvelem. Annak ellenére, hogy a férje velem csalja, esküszöm. Kedvelem és tisztelem, amióta együtt dolgoztunk. Tényleg nem akartam elveszíteni a barátságát. Márpedig elveszítetted, sőt, kivívtad az ellenszenvét. Jó, de miért nem védtél meg? Miért nem próbáltad kiverni ezt a fejéből? Andreina, próbáltam, sőt, még arról is biztosítottam, hogy ha ez igaz, akkor kirúglak innen. De hiába minden, ez már szöget ütött a fejébe. Nem adja fel addig, amíg nem lesz bizonyíték a kezében, és meg is szerzi. Úgyhogy figyelmeztetlek, készülj fel. Mert Marissa nagyon veszélyes ellenség lehet. Ne aggódj, nyugtatót adtam neki. Őszintén szóval Luisa Fernanda rosszabbul van. Beszélnem kell Serrano doktorral, neki több tapasztalata van ebben, hogy vizsgálja meg és mondja meg, hogy mit kell tennünk. Nyugodj meg, minden rendben lesz. Hogy ment Marissa asszonnyal? Nagyon jól, előkelő tanult asszony, igazi egyéniség. Azt akarja, hogy minél hamarabb neki dolgozzak. Tudom, hogy profi vagy, és nagyon diszkréten kezeled az ügyfeleid információit. De nagyon érdekel, hogy miért kért egy magánnyomozót. Főleg, amikor elmondta, hogy a dolognak semmi köze a bankhoz, hanem személyes ügy. Jól van. Először is szeretném megköszönni, hogy rám gondoltál, és mivel a barátom vagy, és nagyon óvatos ember, hát nem látom be, miért nem mondhatnám el, hogy miért fogadott fel. Az a helyzet, hogy arra kért, nyomozzam le a férjét. Biztos benne, hogy megcsalja egy másik nővel. Szóval így állunk. Igen, de mondd csak, Ordonez, ki ez az ember? Kinek kell a nyomába erednem? Hát ez egy kétszínű, cinikus pofa. Majd rá fogsz jönni. Örülök neki, hogy Marissának végre kinyílt a szeme, ami ezt a szégyentelen Luis Alejandro Monterót illeti. Köszönöm. Igen, megértem, hogy ez a hír végzetes lehetne az apádnak, de eltitkolni a lánya és az unokája halálát szerintem kegyetlen. Kegyetlen, Consuelo, végül is meg kell tudnia. Igen, meg kell tudnia. Csak arra várok, hogy egy kicsit jobban legyen. Nem hinném, hogy ártani akarnál neki, igaz? Nem. Amúgy is hibásnak érzi magát azért, mert éveken keresztül nem vett tudomást a lányáról. Képzelheted? Hogy érezné most magát, ha megmondanánk, hogy meghalt a lánya? Igen, igazad van. Te, Consuelo, Montero mondott valamit Pedroról? Gondolom, beszélt vele, igaz?
Tőle tud a balesetről, nem? Nem, Rigoberta. Az a helyzet, hogy a tragédia még ennél is nagyobb, mert amikor ezt Pedro megtudta, meg akarta ölni magát. Öngyilkos lett. Pedro? Pedro? Ő is meghalt. Már csak az hiányzik, hogy te is meghalt. Pedro öngyilkos lett. Igen. Luis Alejandro a szomszédoktól tudta meg. Annyira szerethette a nővéremet és a lányát, hogy nem bírta elviselni az életet nélkülük. Imádta Améliát. Kiskora óta őrülten szerette. Tennünk kell valamit. Tennünk kell valamit, Consuelo. Misét kell mondatnunk, érte? El akarok menni a sírjához. Luis Alejandro biztos tudja, hol temették el. Biztosan megmondták neki. Nem hiszem, nem. De ne aggódj, Rigo, én ki fogom deríteni, hogy hol vannak. És együtt elmegyünk imádkozni a nővérem lelki üdvéért. Jaj, Consuelo. Amikor Luisa Fernanda bement a szobába, látta, hogy kitépte a szondát, és mindenáron el akart menni a kórházból. Nehezen tudtam lenyugtatni. Sánchez doktort, várják a hármas. Nagyon erőszakos és heves volt. Nekem a hisztéria tipikus esetének tűnik, de meg akartam beszélni magával, mert magának több tapasztalata van az ilyen dolgokban, hogy erről mi a véleménye. Nos, Carlos Eduardo, hidd el, én tényleg megértem, hogy Perez úr esete aggaszt téged. De sajnos pillanatnyilag nem tudok segíteni. Ahogy mondtad, a súlyos depresszió halmozott esetével állunk szemben. Ami valószínűleg annak a következménye, hogy nem sikerült az öngyilkosság. De én nem vagyok pszichiáter, nem tudom, hogy segítsünk ezen a szegényen. Szegény ember. Doktor úr, gondolja, hogy a krízis folytatódni fog, hogyha elmúlik a nyugtató hatása? Igen, lehetséges. Bár nem vagyok biztos benne. Kipróbálhatnánk valamit, de mivel most alszik, nem tehetünk semmit. Ismer olyan pszichiátert, akinek kapcsolata van a kórházzal? Figyelj, jó, hogy eszembe jutott. Éppen holnap érkezik a városba Alfredo Anzola doktor. Ő egy jó barátomnak a fia. Itt fogja végezni a szakmai gyakorlatát. Fel fogom hívni az apját, hogy adja meg a számát, és megkérem, hogy amint megérkezik, jöjjön és nézze meg Pedrót. Ez minden, amit tehetek. Nagyon köszönöm, doktor úr. Nincs mit, Carlos Eduardo. Megértem, hogy aggódsz, Clarita, de meg kell gondolnom ezt a döntést. Keresnem kell egy szobát, ahol lakhattok. Itt nem csak erről van szó. Az ilyen ügyek nem mennek ilyen egyszerűen, édes fiacskám. Lakhatnánk az én szobámban. Van fürdőszoba meg minden, ahogy a dolgozó házas párok laknak. César dolgozhatna, mint sofőr, én meg a konyhában és a házban. Persze, Marisa asszony, én lehetnék a sofőrje, meg a kertésze is, meg amit csak akar, csak Clarita mellett lehessek. Rosario, ezek a fiatalok olyan szerelmesek, hogy nehéz lesz megváltoztatni a véleményt. Hát igen. Jól van, ígérem, hogy holnap választ adok a kérdéseitekre. Nagyon köszönöm, Marisa asszony, tudtam, hogy bízhatok magában. Jól van, fiatalok, vége a beszélgetésnek. Most menjünk dolgozni, a vacsora nem készül el magától. Persze. Elnézést. Szervusz, drágám, megbeszélés a személyzettel? Valami olyasmi. És te merre voltál? Fernando Alcantara házában, a végrendelet miatt mentem, de elhúzódott, és ott maradtam vacsorán. Azt hittem, hogy a zárda volt övendékei félénkek és unalmasak. Se nem félénkek, se nem unalmasak,
Azért rád sem lehet panasz. Miért? Mit gondoltál? Én izgalmas vagyok és szenvedélyes. Igen, ez tényleg így van. Nagyon szenvedélyes vagy. De remélem, hogy csak velem. Nem akarom, hogy a többi egyetemista lányjal is flörtölj. Lucero miatt mondod. Nekem Lucero szimpatikus, de csak mint barát. Nagyon vicces és vidám lánynak tartom. Bolondul érted. Ezért vagyok féltékeny. Egyébként is bármelyik nő lehet rivális, még akkor is, ha csúnya. De Lucero nem csúnya. Ettől tartottam. Megláttad az erényeit. Ha őt nem találod rondának, akkor én szépség királynő vagyok. A szépség királynőkről jut eszembe. A nővéred nem fog rajta kapni minket itt az ágyában? Nem hiszem. Biztos ünnepli valahol a szerződését. Tehát, picinyem, folytathatjuk, ahol abba hagytuk. Megtaníthatod azt a kis játékot nekem. Már nagyon kíváncsi vagyok. Akarod? Káro! Mi a fene történik itt? Mire gondolsz, Luisa Fernanda? Az apámra. Sorisa, gondolod, hogy ilyen hirtelen elveszítheti az eszét egyik percről a másikra? Conchita nővér, fáradjon. Nos, én nem tudom, mit válaszoljak, Luisa Fernanda. De ahogy hallottam, ha valaki elveszíti az eszét, akkor annak először jelei vannak, aztán őrültségeket követel, meg ilyesmi. Olyanokat, mint amilyeneket az apám. Jaj. Ezért akarom, hogy Serrano doktor vizsgálja meg. De olyan sokat kell várni. Carlos, hol van doktor Serrano? Most jöttem tőle. Mikor vizsgálja meg a papát? Pontosan erről akarok beszélni veled, Luisa Fernanda. Serrano úr elnézést kért, hogy nem tudta ellátni az apádat, de ő nem pszichiáter, és nem tudná pontosan megállapítani, hogy mi baja van. És ha nem ő, akkor ki vizsgálja meg? Holnap érkezik egy bizonyos Ansola doktor, szakmai gyakorlatra, aki pszichiáter. Serrano el fogja mondani neki az apád esetét, majd ő gondoskodik róla, hogy megvizsgálja. Köszönöm. Consuelo, van egy kis problémám, és talán te tudnál ezen segíteni. Nem tudod véletlenül, hogy mi van Rigobertával? Egész nap sírdogál, bujkál a házban, hogy ne vegyem észre, kerül engem. Rigoberta sír, apa? Igen. Úgy zokog, mint Mária Magdolna. Valami oka csak van ennek, nem? Hát nem tudom, apa. Nem tudok semmit. Talán az unokatestvére miatt, aki beteg. Vagy az is lehet, hogy az öregkori nyavaják keserítik el. Nem. Erős bátor asszony ő, Consuelo. Jaj, apa, ugyan már. Ez csak azért teszi, hogy azt higgyük, hogy még mindig erős és hasznos a ház körüli teendőkben. Nem, apa. Te és én tisztában vagyunk vele, hogy Rigoberta eléggé kimerült, nagyon elfáradt. Sőt, azt hiszem, a te betegséged tartja még őt ilyen aktívan és élénken. Örülne neki, ha egész nap veled lehetne, vigyázhatna rád, kiszolgálhatna a kedvére, ez olyan hízelgő. Na igen, ez nagyon is igaz. Néha ez a sok figyelmesség, meg aggódás untat és rossz kedvűvé tesz engem. De apa, azért teszi, mert szeret. Ne mondd neki, mert úgyis csak bosszankodni fog. Gondolkodtam rajta mostanában, hogy ha ilyen fáradt, akkor nem kéne ennyit dolgoznia. El kéne mennie a családjához. Hol is laknak? Pueblában. Ott lakik az unokahúga. Ez az. Menjen az unokahúgához. Nem, Consuelo, felejtsd el. Ha elküldöm Rigobertát Pueblába, akkor pár napon belül meghal a szomorúságtól és az unalomtól. Ez hidd el nekem. Jaj, apa, mit keresel? Na, nézd csak. Ó, itt van ez az. Tessék. Vedd meg ezeket az orvosságokat nekem, amiket Arreola doktor írt fel. Carlos Eduardo azt mondta, hogy kezdjem el minél előbb beszedni ezeket. Nyugodj meg, apa. Még ma kiváltom őket. Jó, rendben.
Kérlek szépen, ne gondolj rosszra, tisztességesek a szándékaim a hugoddal. Na persze, tisztességes szándék, egy úriember nem viselkedik így, már ha tudod, hogy ez mit jelent, fiatalember. Igen, persze, tudom, hogy mit jelent. Á, tényleg? Csak az történt, nem, hogy... Nem, hagyd békén, nem ő tehet róla, Jenny. Ne hidd, hogy ki akart használni, csak tudod... Nem, hugocskám, ezt nem is feltételeztem, erről szó sincs. Mindketten egyformán hibásak vagytok. Arról van szó, hogy kihasználtátok, hogy magatokra hagytalak, és hogy üres a lakásom. Na és te, fiacskám, mikor öltözöl már fel végre, és tűnsz el egyszer s mindenkorra? Jól van már, igyekszem. Holnap találkozunk az egyetemen. A cipőt szerelmem. Szia. Sziasztok. Kifelé. Káró, ezt nem bocsátom meg neked. Nem, nem. Most azonnal kelj fel az ágyból. Kifelé. Megérdemelnéd, hogy kidobjalak, mert szemtelen és pimasz vagy. De hát te megérthetnéd, Jenny. Ez megtörténik az emberrel, ha szerelmes. Az ilyesmire nem lehet felkészülni, nem lehet előre tudni, hogy mikor... Káró, a történtekre nincs magyarázat. Én bíztam benned. De én ezt nem tűröm tovább, sőt, tudod mit? Fogd a holmidat, azt akarom, hogy azonnal tűnj el innen, nem maradhatsz itt tovább! Jenny! Én nem ismerem Luisa Fernandet, csak azt tudom, hogy pszichiáter, szakmai gyakorlatra jön, de feltételezem, hogyha Serrano doktor ajánlotta, akkor biztosan jó szakember. Carlos... Azt, amit ma láttam, soha nem fogom elfelejteni. Gondolod, hogy ez csak múló állapot? Luisa Fernanda, nem akarlak becsapni. Az apád depressziója sokkal súlyosabb, mint ahogy képzeltem. Láttad, hogy agresszív rohamai vannak. Jó, de lehet ezt nyugtatókkal vagy más módszerrel kezelni? Ez nem mindig elégséges, Luisa Fernanda. Néha különleges kezelésre lehet szükség, és sajnos ebben a kórházban erre nincs lehetőség. Azt akarod mondani, hogy nem tudnak itt segíteni rajta? Nem, Luisa Fernanda. Szerintem más lehetőségeket is meg kell gondolnod. Azt hiszem, az lenne a legjobb, ha egy elmegyógyintézetbe vitetnéd az édesapádat.